Együttműködési tárgyalások kezdődtek, jelentős támogatást kaphat a Szent János Kórház a Hegyvidéki Önkormányzattól. Jelentős útfelújítások, idén 500 millió forintot költött az önkormányzat a járdák utak felújítására. Új járművek, az elektronikus jegyrendszer kiépítése és több villamosvonal felújítása sok változást hozott a budapesti közösségi közlekedésben az elmúlt időszak. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Átadták a Szent János Kórház felújított koraszülött intenzív osztályát. Az Európai Unió által támogatott beruházásnak köszönhetően a legkorszerűbb inkubátorokkal és a hozzájuk tartozó műszerekkel tudták felszerelni a részleget. Az ünnepélyes átadón Pokorni Zoltán polgármester bejelentette, a következő években 50 millió forinttal támogatná a Hegyvidéki Önkormányzat a Szent János Kórházat. A legkorszerűbb inkubátorokkal és a hozzájuk tartozó műszerekkel bővült a Szent János Kórház koraszülött intenzív osztálya. A korszerűsítés 132 millió forintba került, amelyhez csaknem 114 millió forint uniós támogatást nyert az intézmény. A perinatális intenzív centrumban 12 inkubátorban látnak el kis súlyú koraszülötteket, illetve azokat az újszülötteket, akik időre rendes súlya születtek, de valamilyen kiegészítő intenzív kezelésre szorulnak. A legkisebb súlyú baba, akit életben tudtak tartani, 470 grammal született. Budán korábban nem volt ilyen típusú ellátás. 2007-ben kerültünk mi ide, amikor a Söfmérei Kórházat bezárták, és annak a szakembergárdája, illetve a gépműszerezettsége is átkerült a János Kórházba, és ilyen módon tulajdonképpen mi a Budának a lakosságának a nagy részét ki tudjuk így szolgálni. A Szent Imre Kórház, illetve többször a Margit Kórházból is kapunk betegeket, ez körülbelül 6000 szülésszámot jelent, és ezek a beteg anyagát, tehát az igen kis súlyú koraszülötteket, vagy súlyos beteg újszülötteket látjuk el. A felújított részleg ünnepélyes átadásán Pokorni Zoltán polgármester és Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár is részt vett. Az eseményen Pokorni Zoltán polgármester ismertette, elindult egy tárgyalássorozat a Szent János Kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb együttműködéséről. Ennek a megvalósulására a Hegyvidéki Önkormányzat évente 50 millió forintot biztosítana. Mi igyekszünk minden segítséget megadni, ami igazgatási, szabályozási szempontból kell, de hogy ez ne csak a jó szándék legyen. Én azt fogom javasolni az újonnan összeülő, a választások után újonnan összeülő képviselő testületnek, hogy évente 50 millió forintot, tehát 5 év alatt 250 millió forintot áldozzon erre a célra, amennyiben ez egy együttműködő, kooperáló intézmény. Az állam ezt a támogatást kiegészíteni, így éves szinten legalább 1 milliárd forintot fordítanának a budai régiót ellátó intézmény fejlesztésére. Abban látom a reális megoldást, hogyha ez az együttműködés egy egységes egyetemi oktatókórházban valósul meg, amelyben több tulajdonos vesz részt, és a tulajdonosok, illetve az önkormányzat egy éves szinten meghatározott garantált felújítási alapot hoz létre, amelynek el kell érni a milliárdos nagyságrendet éves szinten, hiszen akkor van reális esély annak, hogy akár egy későbbi nagyobb állami vagy pályázati támogatástól függetlenül is mind a Kútvölgyi, mind a János Kórház ténylegesen meg tud újulni. Az államtitkár hozzátette, 330 milliárd forint értékben zajlanak jelenleg is egészségügyi beruházások országszerte. A Jótékonyság Nemzetközi Világnapja alkalmából felavatják Teréz anya egész alakos szobrát a hegyvidéki Teréz anya téren. Az eseményen Pokorni Zoltán polgármester, Lévai Janikó és Albánia budapesti nagykövete is részt vesz. Ezt követően este 7 órakor ingyenes jótékonysági koncert lesz a MOM Kulturális Központban. A programban olasz operaáriák, albán népzene, valamint romantikus és kortárs zeneművek szólalnak meg. Az adományokat a helyszínen kihelyezett gyűjtőládába várják. A befolyt összeget a 12. kerületi Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthona óvoda és általános iskola támogatására fordítják.
szeptember 5-ét Boldog Kalkuttai Teréz anya halálának napját magyar kezdeményezésre 2012-ben nyilvánította az ENSZ közgyűlése a Jótékonyság világnapjává. Határidőre készült el az Adonis utca felújítása is. Pokorni Zoltán polgármester és dr. Váci János alpolgármester személyesen járta be a nemrégiben befejeződött útfelújítások helyszíneit. Pokorni Zoltán elmondta, a Hegyvidéki Önkormányzat ebben az évben közel 500 millió forintot költött az utak, járdák, lépcsők felújítására és karbantartására. Szerintünk nagyon szép lett is, tényleg minőségi felújítás készült. Ez a hölgy azt mondja, elégedett az Adonis utca felújításával, mert minőségi munkát végeztek a szakemberek. Ez az utca az utóbbi hetekben szinte teljes átalakuláson ment keresztül. Az egyik legfontosabb különbség, hogy eddig csak az út egyik oldalán volt járda. Az útfelújítási program keretében elvégzett munkák után azonban mostantól mindkét oldalt használhatják a gyalogosok. A másik oldalon, jobb oldalon volt ugyan járda, de elég rossz állapotban volt, tehát veszélyes is télen különösképpen, ezért ezt teljes mértékben újra kellett építeni, újra aszfaltozni, most gyakorlatilag tükör sima. Az Adonis utca teljes szélességében, ez nem egészen 6 méter, 5,8 méter széles, teljes hosszában egy új burkolatot kapott, ahol az alapot kellett, ott megerősítettük ezt. Szerintem nagyon szép utca lett. Csak az Adonis utca felújításához több mint 200 tonna aszfaltot használtak fel. Pokorni Zoltán polgármester és dr. Váci János alpolgármester személyesen járta be a nemrégiben befejeződött útfelújítások helyszíneit. Pokorni Zoltán elmondta, az elmúlt időszak több tucat utcát sikerült felújítani a 12. kerületben. Az új aszfalttal ellátott útfelületek nagysága több mint 10.000 négyzetméter. A Hegyvidéki Útfejlesztési Testület választja ki ezeket az utakat. Nyilván a szakiroda információi javaslata, sorrendre vonatkozó javaslata alapján, de minden kisebb-nagyobb körzetből, zónából egy-egy testületi tag képviseli a kerület valamely részét, és ők rangsorolják, hogy mi az, ami a legforgalmasabb, amit a legtöbben használnak, a legrosszabb állapotban van. A döntést végül is ők hozzák meg, hogy mi kerüljön sorra. A Hegyvidéki Önkormányzat ebben az évben közel 500 millió forintot költött az utak, járdák, lépcsők felújítására és karbantartására. Pokorni Zoltán elmondta, az elmúlt 4 évben minden egyes kommunális adóból befolyó forintot ilyen jellegű fejlesztésekre használtak fel. Az agglomerációból a fővárosba tartva sokan használják a jó minőségű hegyvidéki utakat, ezért a kertvárosi utcákat több helyen is forgalomcsillapítással és fekvőrendőrök kihelyezésével védik az átmenő forgalomtól. Nekünk az is célunk, hogy a nagy fővárosi útfejlesztésekkel járhatóvá tegyük a nagy gerinc útvonalakat, Budakeszi, a Szilágyi Erzsébet utat, az Alkotás utat, és lehetőség szerint védjük a saját kis hegyi útjainkat az átmenő forgalomtól. A fejlesztések határidejeit mindenhol tartani tudták. Egyre többen jelentkeznek természetvédelmi polgárőrnek. A 12. kerületben 2012 óta működő Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület 17 emberrel alakult meg, azóta pedig csaknem megkétszeröződött a taglétszám. Az egyesület a Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával nem csak a természetvédelmi területek kezelését segíti, de hulladékmentesítési akciókat is hirdet. A Kulturális Szalon új előadás sorozatában pedig mostantól havonta egyszer különböző témákon keresztül mutatják be a munkájukat. A következő hónapokban szó lesz a vizes élőhelyek világáról, a téli madárvédelemről és a kiskertekkel kapcsolatos hasznos tudnivalókról is. Mi ösztönzünk mindenkit arra, aki csatlakozna hozzánk, hogy váljon polgárőré. Ez nem egy olyan nagyon bonyolult dolog, tehát nem kell ehhez hatalmas nagy tananyagokat megtanulni. És nem is kell arra gondolni, hogy akkor most Rambóként kell az utcákat járni. Mindenki meg tudja találni a saját karakteréhez illő feladatokat, kezdve attól, hogy akár iskolába elmenni és előadásokat tartani a prevencióról, természetvédelemről. De hogyha valaki olyan szándéka van, akkor szívesen látjuk, hogy járőrözésbe is vegyen részt a rendőrökkel közös munkába, és hát most így a természetvédelmi sorozat kapcsán pedig a kerületi természetvédelembe
ebbe aktívan is be lehet kapcsolódni. Új járművek, az elektronikus jegyrendszer kiépítése és több villamosvonal felújítása sok változást hozott a budapesti közösségi közlekedésben az elmúlt időszak. Tarlós István főpolgármester az elkövetkező évek fejlesztési terveiről, beruházásairól beszélt híradónknak. Összesen 500, közte 320 vadonatúj autóbusz cseréje, villamosvonalak felújítása és a régóta várt 4-es metró átadása. Többek közt ezekkel igyekezett hozzájárulni a budapestiek jobb közérzetéhez a kormánnyal együttműködve a fővárosi önkormányzat, mondta Tarlós István főpolgármester a Hegyvidék Televíziónak adott interjújában. Befejeztünk olyan munkákat, amiket éveken, évtizedeken keresztül képtelenek voltak befejezni. Neki láttunk annak, hogy de facto adjunk valamit a városnak. Hát 2010-ben azt kellett regisztrálni, hogy gyakorlatilag a korábbi ciklusban, mondjuk egy 2010. szeptember végi állapotot figyelembe véve, a 4-es metrón kívül nem történt semmi. Nem volt egyetlen használható és ténylegesen előkészített projektje a városnak. Az elmúlt 4 évben már elkezdődött az a folyamat, ami a közlekedés racionalizálását, a rendszer integrált fejlesztését foglalja magába. A cél a kényelmesebb, kevesebb átszállással járó utazás és a menetidő csökkentése, tette hozzá a főpolgármester. Fontos még a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele, ami az elhasználódott járművek cseréjénél, ahogy eddig, úgy ezután sem marad el. 500 autóbusz már kicseréltünk, sokkal jobb károsanyagkibocsátási paraméterekkel, mint a korábbiak. További 600 autóbusz fogunk kicserélni a következő ciklusban. 150-nek a cseréje már folyamatban van. Nem sokára, 2015-ben üzembe helyezünk 24 új trolibuszt, 47 új villamosszerelvényt. Ezek mind alacsony, az autóbuszok is első, mind alacsonypadlós járművek lesznek, a kor követelményeinek megfelelőek, károsanyag kibocsátásuk az nagyságrenden jobb. Az idén megkezdett munkálatok, így a Sibrik Miklós úti felüljáró újjáépítése folytatódik, és további felújítások kezdődnek. De a jelenleg működő 150 jegy és bérletkiadó automatából álló rendszert is érinti a változás. Befejezzük a 100-lábú híd, a Sibrik felüljáró felújítását, fel fogjuk újítani a Lánchidat, nem lesz járdaszélesítés a klasszikus műtárgyom. Befejezzük az elektronikus jegyrendszer kiépítését a BKV viszonylatain. Az automaták tervezésekor a BKK figyelembe vette, hogy az elektronikus jegyrendszer bevezetése után azoknak meg kell felelniük az új követelményeknek. A készülékek épp ezért képesek a majdani utazási kártyák kiadására, vagy az utasoknál már meglévő kártyák feltöltésére. Újdonságként online jegyvásárlásra is lesz lehetőség. A hajóállományban szintén lesz újdonság a következő években. 9000 leolvasó állomás lesz, körülbelül 3 millió kártyával lehet számolni. Óriási újítás, és internetről is lehet majd jegyet vásárolni. Ez is egy nagyon jelentős programpontunk a következő ciklusra. Kicseréljük a Dunai kishajóflottát legkésőbb 2018-ig. A főpolgármester kiemelte, talán a legfontosabb minden fejlesztés közül a 3-as metró felújítása, amit naponta megközelítőleg 500 000 használnak. A tervek szerint 3 évtized után komplex rekonstrukción fog átesni, előre láthatólag 2014 és 20 között az Európai Uniós pénzügyi ciklusban. Ennek finanszírozása részben hitelből fog megvalósulni. A 3-as metró felújítás az egy olyan valami, ott emberéletekről van szó hosszú távon, emberéleteket nem lehet forintokba mérni. Nem beszélve arról, hogy az 1/3 hitelt tervezi a város fölvenni annak, amit korábban a mostani kritikusok felhalmoztak. A főpolgármester szerint a 3-as metró felújítását már 15 évvel ezelőtt el kellett volna kezdeni. A kritikus szakaszon a sínek cseréje már 1,5 éve folyik, és a teljes cserével 2016-ig biztosan végeznek, mondta Tarlós István főpolgármester. A kocsik közül 40 darab olyan állapotban van, hogy azokat biztosan nem fogják felújítani. A vonalon egyébként 250 kocsi áll rendelkezésre, és 220 darabbal már biztonságosan üzemeltethető a 3-as metró. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon, a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!